Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Morilana részére. Kedves Morilana, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogyan alakulnak a dolgok, bízhatsz-e benne, lesz-e egy komoly kapcsolat, hűséges-e, és ezt megtekintjük ennél a jóslásnál a szerelem kertje. Ezen a képen látható a szerelem kertje, és ez a szerelmes pár. A hölgy téged szimbolizál, a férfi pedig őt szimbolizálja. Ez a kártya ott bal oldalon mutatja a te érzelmeidet. Itt vidámságról van szó. Az jelenteti azt, hogy hamarosan lesz egy ünnepség, egy meghívás, és ennek örülni fogsz. Amit pedig én érzek ennél a kártyánál, hogy bizonytalan vagy, mert itt három személyről van szó, és ez a gondolatod meg így érzed, hogy esetleg nála van még valaki a háttérben, amiről nem számol be, és bizonytalan vagy, lehet, hogy vannak félelmeid is, hogy ő egy ilyen ünnepségen megismerkedik valakivel. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Ezen a képen Fortuna istennő látható, és az mindig szerencsét hoz. Ez a férfi úgy érzi, hogy szerencséje van, hogy megismerkedett veled, ő boldog veled. Ez a kép ott fent bal oldalon utal a te gondolataitra. A kutya szimbolizálja a hűséget, és ez, ami téged így a gondolataidban foglalkoztat, hogy megbízhatsz-e benne, igen vagy nem, hűséges-e, és hogy várj-e rá, vagy jobb lenne őt elengedni, a kutya arra utal, hogy maradj mellette hűségesen. És most megtekintjük az ő gondolatait. Ezen a képen ámor látható. A monda szerint, ha őt a nyillal valakit megérint, akkor az szerelmes. És így van nála is, ámor elérte őt, ez a férfi szerelmes beléd. És mivel ez a gondolata, ő ennek tudatában van. Lehet, hogy ő is bizonytalan, és elgondolkozik azon, hogy te szereted-e őt, igen vagy nem. És most megnézzük, hogyan tovább. Most megtekintjük a te környezetedet. Ezen a képen, ott lent, bal oldalon, te vagy látható. Te befolyásolod a környezetedet, vagy te állsz a középpontban, és mások felnéznek rád, vagy meghallgatnak téged, tehát ez utalhat sikerekre. Amit még ez a kártya jelenthet, hogy te saját magad vetkezed be a dolgokat, és irányítsd az eseményeket. Te tudni szeretnéd, hogy ő hűséges-e, és pontosan ezt tekintjük meg a következő kártyánál. Ez a kép utal szerencsétlenségekre, ezek az emlékek. Ő lezárt mindent a múltjából, és nincs más nő az életében. Most megtekintjük azt, hogy mi várható rád a közeljövőben. Te még így fogva érzed magad, mert vannak félelmek. Félsz, hogy elveszíted őt, nem bízol benne,
de az is lehet, hogy valami fogva tart téged a múltból, nem tudod elengedni. És gondolj az első kártyára, ott bal oldalon, középen, ez a vidámság, ez, amire most úgy szükséged van. Most megtekintjük azt, hogy mi a terve veled kapcsolatban. Ez a kártya a házasságot szimbolizálja. Nem akármilyen házasság, hanem itt van ez a szentély, meg ez a főpap, tehát itt van ez az isteni segítség, vagy ez a bizalom, hogy a jó Isten így irányítja majd a sorsotokat. Biztos lehetsz abban, hogy ő téged feleségül szeretne venni, de elvárja azt, hogy kimutasd az érzelmeidet, elvárja azt, hogy megbíz benne. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott, ahol a víz látható, mutat egy irányt, ezt megtekintjük, mert ez a jövőtök. Ezen a képen látható egy szerelmes férfi, mint a Rómeó és Júliában ez a szerenád. Biztos lehetsz abban, hogy ő szeret téged, és tervezi a házasságot. Kedves Morilána, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Örülök, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!